Laskodon tavaly október óta betöltetlen a házi orvosi praxis, idén áprilisban pedig a körzetet tartósan betöltetlenné nyilvánították. A betegeket helyettesítéssel látják el a szomszéd Bakta Lóránt házáról. A településen most 60 millió forintból modern egészségház épül, ezzel is szeretnék segíteni, hogy saját orvosuk legyen. Ez az új épület, az új komplexum nagyobb lehetőség, nagyon vonzerő lesz a szakemberek részére is, és gondolom, hogy az 1000 fős településünk ezek után érdemelten fog pályázni egy főállású praxis betöltendő orvosi ellátásra. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint Laskoddal együtt összesen 16 tartósan betöltetlen házi orvosi praxis van a megyében. Ahogy a centrumoktól távolodunk, a megyeszékhelytől távolodunk, a betöltetlen praxisok száma itt is emelkedik. Azt lehet mondani, hogy a megyebeli betöltetlen praxisoknak a javarésze az a Beregi térségben van, ahol nagyon nehéz az ügyeleti ellátást is megoldani emiatt, de sokszor már a nappali ellátás is esetleg nehézséget okoz, egy orvosnak kell ellátni több települést, gyakorta előfordul, hogy gyakorlatilag egy adott településre sem hetente csak egyszer talál a beteg orvost. Országosan sem jobb a helyzet. Júniusban 320 házi orvosi körzet volt tartósan betöltetlen, ami több mint 500 települést érint. Ez a januári adatokhoz képest romlást mutat, így történelmi mélypontra süllyedt a házi orvosok száma. A folyamatot egyelőre az akár több millió forintos praxis támogatások és a növekvő bérek sem tudták megállítani. Ennek talán az is lehet az oka, hogy a családorvosi korfa eléggé előregedett, 65 fölöttinek mondható nagyjából az átlag életkor, és most hirtelen elég egy nagy korosztály esik ki az ellátó orvosok sorából, és nehéz ezt pótolni fiatalokkal. Kellene vonzóvá tenni ezeken a praxis programokon túl magát a háziorvosi munkát, kompetenciák növelésével a háziorvosi praxisban ellátható és plusz finanszírozást jelentő tevékenységeknek a beemelésével a praxisba. A háziorvosok között jelentősen csökkent a gyermekorvosok száma. A statisztikai hivatal adatai szerint 2016-ban 1444 házi gyermekorvos dolgozott, hozzájuk pedig mintegy 1,4 millió gyermek volt bejelentve. Tehát ma csak nem 1000 gyermek jut egyetlen orvosra.